Vegyünk egyet, ezt áll is legyen, majd szíje bassza a világot. A szép. Nem, de barát nem itt van. Hát te barát. A hanyat vágni az udva. Szépek, de addig, ameddig ilyen kicsi. Nagyon még szemben. Itt van, meg kell nézni. Sziasztok! Hello. Látom, Bernát hegyi kutyákat hoztatok. Honnan jöttetek? Honnan hoztatok az Dorogról ezeket? Jöttünk a Pilis Kincse Kennelből, és hoztunk 9 darab kis kutyust. Úgy hallottam, hogy ez egy alom, ez a 9 kutyus. Igen, 11-en születtek, és már csak 9-en vannak meg belőle. De azért, mert ugye a többit azt... A többi az már új gazdánál van. Értem. Mióta tenyésztetek Bernát hegyiket? Hát ők a harmadik alom, nekünk olyan 4 éve kezdtük, akkor vettük az első kutyát. Aha, és szoktatok jönni amúgy is a Győri Bőrzére, vagy most vagytok itt először? Ez az első alkalom, hogy kijöttünk, aha. Úgy hallottuk az interneten, hogy jó, gondoltuk, kijövünk a kis kutyákkal. Igen, hát remélem, hogy el tudjátok adni őket. És bízunk benne. Most 8 hetesek, ugye? Igen. Nagyon szépek egyébként, nagyon elevenek. Játékosak. Igen. Tudnál valamit mondani nekünk erről a fajtáról? Ez a fajta kifejezetten családoknak kertesházba ajánlom. Nagyon-nagyon jó házőrzők, amellett, hogy imádják a gyerekeket és a családot. De attól nem kell félni, hogy a családba bárkit is megtámadnak, az idegeneknek viszont jobb, ha félnek tőlük. Értem. Hát gondolom a méretüknél fogva is nagyon jó házőrzők. Fogva is, de nagyon jó őrzővédő kutyák, amiről nagyon kevesen tudnak. Igen, és én úgy hallottam, hogy nem nagyon bírják a meleget. Ebben van valami? Friss vizet kell adni nekik, de elbújnak ők a nagy melegbe. Értem, és amúgy valami különös gondozást igényel a szőrük? Mert elég hosszú szőrű fajta ez. Kefélgetni jó. Általában, hogyha az embernek van ideje, akkor naponta kétszer is ajánlják. De hogyha egyszer hetente jól át van kefélve, az bőven elég, hogyha az embernek nincs annyi ideje. Értem, és kinek ajánljátok ezt a fajtát? Mert gondolom, hogy akárkinek azért nem adtak el. Nem. Csak kertes házba, családoknak, akiknek nem vadítják el, illetve emeletesben nem bírják ezt a fajta. Gyerek mellé? Gyerek mellé feltétlenül gyerek mellé. Jó, köszönöm szépen, sziasztok! Hello.